Bár mérget nem vennék rá, de szerintem olyan régi film még nem került a filmbarátokba, mint amelyről most beszélnék. Már a legkisebb gyerekkoromban is tátott szájjal néztem minden tévésugázást, mégis jó 20 év telt el, míg újra megnéztem az Ivanhoe-t, és valahogy még mindig megőrizte a varázsát. Az 1820-ban megjelentetett novella a 13. századi Angliában játszódik, és beleilleszkedik a Robin Hood univerzumba, sőt még szerepel is benne. Míg oroszlánszívű Richard keresztes hadjáratot vezet a távol keleten, az öccse törvénytelenül átveszi a trónt, és ez Belviszályt eredményez a szászok és a normannok között. Ez alatt Richard hűlovagja Ivanhoe felfedezi, hogy Richard még él, és osztrák rabságban van, amiben a király sem ártatlan. Így Ivanhoe hazautazik Angliába, hogy Richardhoz hű szászokat felbuzdítsa az ellenálláshoz. Oké, bevallom, nem hangzik a legkihagyhatatlanabb sztorinak, még a Robin Hoodhoz képes sem. Ennek ellenére az Ivanhoe története egy kerek, változatos eposz, amit már az is alátámaszt, hogy az 1952-es verzió előtt is már háromszor megfilmesítették. Sőt, még azóta is készült belőle több film, rajzfilm és még tévésorozat is. Az 1952-es alkotás egy igazi szuperprodukció volt a korához képest, nem csak bevételes díjazások szempontjából, hanem korszakának neves színészeit is felvonultatta. A legnagyobb ma is ismert résztvevője valószínűleg Liz Taylor, aki a film forgatásakor még csak 19 éves volt. Ezen kívül van itt kérem szépen minden, ami egy jó régi klasszikushoz hozzátartozik. Árulás, lovagi torna, csatajelenet, szerelmi szál, lovagiasság. Csodálatos. Ugyanakkor nyitottnak kell lenni az embernek a régi filmek stílusa iránt, hiszen nem lehet összehasonlítani egy mondjuk rettenthetetlen csatajelenetet az Ivanhoe-val. Hiába van döbbenetesen sok statiszta a korhoz mérve elég komoly kaszkadőr jelenettel. Néha azért megmosolyogtató, ahogy látni, hogy a 150 íjászból látványosan csak talán 30 fogott valaha is ilyet a kezében. Így ez okozhat néhány vicces pillanatot, ahogy a véres buzogánypárba is, ahol percekig abból állt a csata, hogy egymás pajzsát püfölték. Na gyerünk már, célozzatok! Hogy ezt nézzétek, mivel lőttek ezek a katapulttal? Arról nem is beszélve, hogy a torony tetejére tervezett kivégzés valószínűleg minden idők egyik legmegmagyarázhatatlanabb kiszabadulását eredményezte. Kára jó kötélje! Más módon is megszabadulhatunk a fogjainktól. Például így! Ha ezt kapjátok ki, mi? Mi ez? Halle vagd, mert én öllek meg! Ő fogva tart, de én meg öltem! Ez hősiesség vagy őrültség? Eszterenség! Vágd el a kötelet! Parancsolom! Persze, még könnyítsd meg a dolgát. És már szabad is. De tudjátok mit? Egyáltalán nem zavart. Nagyon üdítő volt végre látni ilyet, és tisztában lenni, hogy milyen szinten megváltozott a profizmus az álomgyárban. Egy nagyon klassz korkép az Ivanhoe, egy többnyire végig pörgős történettel és sok-sok nosztalgiával. Szóval, ha valaki szeretne egy régi filmklasszikust megnézni, és úgy egyáltalán szereti a Robin Hood történeteket, szerintem bátran tehet egy próbát az Ivanhoe-val. Sziasztok!